Titkos sírások, ezek a sopenfenék! Gyerek emberek számlából! Puff! Küldje be, Puff! Kezi csókolom! Fiona! Drága, aranyos művésztő kezi! Mit akar? Nézze csak, csekéke össze az egész is! Isten bizony már engem szid össze a főnököm! Férfi ember, hogy viselheti magát így? Ha mindenáron tudni akarod, hogy kiküldte a virágot, annak ezer más módja van, és mind az ezer jobb, mint ráripakodni az asszonyra. Csak ismerheted annyira, hogy ez inkább a fejét vágatja le, mint sem, hogy megmondja, ki küldte. Ez az asszony szerelmes valaki, te el ne járjon az ájában, hátba vágó fiam. Másba hitt az úrba? Másba, édesem. Ezer bocsánat, csak ha nem zavarom. Szabad mondani? Szabad. Meggondoltad? Biztosan szabad? Amit gondolkozni enged felette, már nem lehet szabad. Na, doktor, mit szól ez a hódításomhoz? Csak természetes. Mezei persze a nyakadon ült a páholyban. Mint rendesen. Eddig ő voltam? Nem, a mamám. Itthon nem keresett engem senki? Nem. Nem is volt itt senki? Tudtam, majd nem. Tudod, hogy hol láttam egy nálad ezerszer jobb hadletet? Paksom!